Drága barátaim, csak abból adhatunk másoknak, amink van nekünk. A szívnek teljességéből szól a száj, azt mondja Jézus. Tehát mindenki abból szól, abból ad, amilyen van neki. Senki nem képes olyant adni másnak, más embernek, amilyen nincs, még akkor sem, hogyha szeretné azt. Nagyon sok személy úgy van vele, hogy szeretne szeretni, de nincs, amiből szeressen, mert ő maga sem ismerte meg a szeretetet. Ezért maximum csak azt tudja megcsinálni, hogy lájkol bizonyos dolgokat a Facebookon, az életben, és szívecskét rajzol a kerítésre, a ház oldalára. A szándék nem rossz, mert hogyha valakinek az a szándéka, hogy szeretni akar, szeretni szeretne, az nem rossz, azzal semmi rossz nincsen, semmi gond nincsen azzal. Viszont a gond azzal van, amikor az ember nem veszi észre, hogy a szeretet nevében ő nem tesz mást, mint rombol, hogy egy jó szándékkal van a pokol felé vezető út is kikövezve. A jó szándék tudás nélkül, bölcsesség nélkül, Isten nélkül a rombolás eszköze, drága barátaim. Aki nem kapott szeretetet, nem tud adni szeretetet, drága barátaim. Egyszerűen lehetetlen. Nincs ahogy, nem létezik olyan. Aki nem találkozott a szeretet forrásával, nincs ahogy adjon, bármennyire is szeretne adni. Jó a szándék, a szíve mélyén érzi, hogy ez az élet, ebben van az élet, ezt kéne cselekedni mindenkinek, minden embernek. De viszont aki nem találkozott a szeretettel, annak forrásával, nincs ahogy adjon másnak. Sőt, ami rosszabb ennél, a legtöbb ember, miközben azt gondolja, hogy szeret, lop, megfosztja embertársát, az élete energiájától, az élete idejétől, a szeretet nevében lopnak az emberek egymástól. Ezért van betegség, meggyengülés, megöregedés és halál, különben nem létezhetne halál a földön, az ember nem tudna meghalni. Ha az ember a szeretet nevében nem lopna, és őt is nem zsákmányolnák ki más személyek, a szeretet nevében nem tudna meghalni. Drága barátaim, Jézus nem tudott meghalni. Aki ismeri az evangéliumot, tudja, hogy Isten el kellett fordítsa a tekintetét az ő fiáról, hogy tudjon meghalni. Mert az a személy, aki élő adásban van, a szeretet az élet forrásával nincs ahogy meghaljon. Nem tud sem megöregedni, sem meggyengülni, sem lebetegedni, sem meghalni. Ez a valóság, ez az igazság, drága barátaim. Az ember örök életre volt teremtve. Istennek a terve nem az volt, hogy valaki 30 évesen meghaljon leukémiában. Az ő terve az volt, hogy az ő gyermeke örökön éljen, játszadozzon, megújuljon, élvezze az életet. Azt, amit ő elrendelt, nem azt az életet, amit Hollywood bemutat, hanem azt az életet, amit ő megmutatott számunkra, hogy ez működik, ezen áldás van, ebben öröm van, ebben életöröm van, ebben megújulás van, állandó növekedés, ha úgy tetszik, kiteljesedés, megújuló örömök vannak benne. Abban az életben, amit ő elképzelt, nem azt, amit mi elképzeltünk, amit Hollywood elképzelt számunkra, drága barátaim. Azt mondja Jézus a Máté által leírt evangéliumnak a 6. fejezetében, a 24. bekezdésben, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti.
Nem szolgálhattok Istennek és a világurának, a mammonnak, a pénznek, a pénz által megvásárolható dolgoknak? De a mammonba beletartozik az emberi gondolkodás is. El kell döntsük, hogyan szeretnénk gondolkodni, a mi fejünkkel, vagy Istennek a fejével, a Szent Lélek, a Szent Istennek a fejével. Ez a kérdés. A Szent Isten fejével hogy tudunk gondolkodni úgy, hogy benne vagyunk, és ő bennünk van, befogadjuk őt, beszívjuk, beisszuk őt folyton, megújulunk általa, rábízzuk magunkat az ő akaratára teljes mértékben, megismerjük őt, az ő kijelentéseit, cselekedjük azt, így tudunk Istenben lenni, különben nem. Azt mondja Jézus, hogy nincsen két út. Amit mondanak a buddhisták, és ami egy nagyon népszerű gondolat a világban, a középút, az arany középút, ez mese, drága barátaim, nincs arany középút. Hideg vagy meleg, ezt mondta Jézus. Légy inkább hideg, légy inkább hideg. De ne legyél langyos, vagy légy meleg. Légy forró, de ne légy langyos, nincsen középút. Nem lehet két urat szolgálni egyszerre. Aki két urat szolgál egyszerre, az skizofréniába kerül. Az amnézia, tudathasadás. Egyik nap egyik urat szolgálja, másnap a másik urat szolgálja, és tönkre megy, szétszakad az ilyen ember, aki nem tudta eldönteni, hogy ő hová tartozik, hogy az ő lelke hová akar tartozni. Az ember skizofréniában fog meghalni körülbelül, szétszakad a két világ között, mert érzi, hogy mi a jó, mi a szent, de nem cselekszi azt, hanem helyette cselekszi a másikat. A lelkével Isten szolgálná, de a tetteivel, a cselekedeteivel, az idejével, az élete energiájával, a mammont, az anyagi dolgokat, a földi gondolkodást szolgálja, drága barátaim. És így szakad szét az ember, így megy tönkre az ember. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert aki istentelen, gyűlöli Istent, és szereti a világurát, a földi gondolkodást, a földi emberi elképzeléseket. Mert aki istentelen, nem ismeri Istent, gyűlöli Istent, és szereti a világurát, a földi filozófiák urát, az anyagi halmozás urát, az anyagiakért való élés urát, a testiekért élés urát, az emberi gondolkodás urát. Viszont aki Istent megismerte, az ő kijelentését, Krisztust, a Krisztus Jézust, ragaszkodik hozzá az új urához, mert látja, hogy élet van az ő tarsójában, az ő kincstárában. Ragaszkodik hozzá, és megveti a régi urát. Elveti, megveti. Nem gyűlöli, de elveti, nem vállal vele közösséget, nincs közép út. Drága barátaim, nem szolgálhatunk Istennek és a mammonnak, az emberi gondolkodás, a földi gondolkodás urának. Muszáj eldöntenünk, hogy melyiket szolgáljuk. Egyszerre a kettőt nem lehet, mert abból lesz a tudathasadás. Egyszerre két szellemiség van az elménkben, a szívünkben, és szétszakadunk. Szétszednek ők bennünket, mert ők ketten nem vállalnak közösséget. A szentnek nincsen köze a profánhoz. A szentségtelennek nincsen köze a szenthez. Egymást taszítják, a két világ taszítja egymást. Ezért kellett megölni Jézust, kidobták a világ, a sötétség kidobta a világosságot magából. De viszont akik ránéznek, azokat is kidobja a világ magából, de megmenekülnek, mert bekerülnek az Isten országába, szó szerint. Tovább azt mondja Jézus, hogy aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol, pazarol. Aki velem nem gyűjt, tékozol, pazarol. Itt is egyértelműen kijelenti azt, hogy nem lehet egyszerre két úrnak
szolgálni. Lehetetlen egyszerre két úrnak szolgálni. Azt mondja Jézus, hogy vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Az a baj a gonoszsággal, meg a gonosz emberekkel, az istentelen emberekkel, és sajnos velem is néha, hogy nem vállalom fel teljes mértékben azt, amit én megismertem, ami által én kegyelmet nyertem, hogy legyek jó fa, és teremjek jó gyümölcsöt, az élet gyümölcsét teremjem embertársaim számára. Az ember fél, az embernek kéne a földnek a dicsőség, a földi dicsőség, a földi gondolkodás, a földi élvezkedés, az kéne, de fel sem meri vállalni. Úgy igazából nem meri felvállalni. Sokkal tisztességesebb az, amit Hitler csinált, drága barátaim. Tisztességesebb. Vagy hasfelmetsző Jack, amit csinált. Az is tisztességesebb, mert ők felvállalták a rossz fának a rossz gyümölcsét. De a legtöbb ember gyáva, nem meri felvállalni sem ezt, sem azt, középen van, és langyos. És innét van a legtöbb betegség a langyosságból. Mert sem Isten országát nem vállalja fel, sem az ördögnek az országát nem meri felvállalni. Csárdásol. Kettő erre, kettő arra. Ezt tesszük, drága barátaim. Csárdásolunk. Kettő erre, kettő arra. És csodálkozunk, hogy honnét van a békétlenség a szívünkben. Honnét van a betegség a testünkben. Honnét van a pszichikai problémák, honnét vannak. Mit betegedünk meg? És ráfagyjuk a vízre, a levegőre, meg a nem tudom mire, a televízióra, vagy nem tudom mire. Hogy attól van nekünk problémánk, mert tévéztünk, vagy levegőben túl sok volt a, nem tudom, a kámfor. Őrültség, drága barátaim, becsapjuk magunkat. Abból van a betegség, hogy a jó fa, amelyik a jóra hajlik, nem meri azt teljességgel felvállalni. A rossz fa sem meri teljességgel felvállalni. Amnéziában van. Balra, kettő, kettő, jobbra. Azt mondja Jézus, hogy ezt mondta a fariseusoknak, a képmutatóknak, az írástudóknak, és nekem is, ezt mondta. Mérges kígyóknak fajzatai. Mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert nem jöttetek hozzám, nem jöztök hozzám, meg akartok engem ölni. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszakat. De mondom nektek minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Minden fölösleges dumáért, amit a szeretet nevében szóltunk és mondtunk. A szeretet álruhájába öltöztettük a gonoszságunkat, ugye? Minden hivalkodó beszédért, amit beszélünk, számot adunk az ítélet napján. Mert a szívnek teljességéből szól a száj, a szívnek teljességéből cselekszik az ember. Kérdés az, hogy mivel van telve a mi szívünk, drága barátaim? Mi van a mi szívünkben? Mert nincs amit tegyünk, mint az, hogy azt hozzuk elő a terítékre, ami a szívünkben van. Érdemes elolvasni Vörös Sándortól az érzelgésről írt rövidke gondolatot. Érzelgés. Vörös Sándor érzelgés. Érdemes elolvasni
Mert az a baj a világgal, az a baj velünk, drága barátaim, hogy mi összetévesztjük a szeretetet az érzelgéssel. A szeretet az nem érzelgés. A szeretet minden körülmények között szeretet. Van benne erő, van benne élet, szer, etet. Egy szer, amelyik táplál, életet ad, megelevenít, feltámasztja a szellemi halottakat például. A beteget meggyógyítja, vigasztal, erőt ad. Ez a szer etet. Az etető szer. Aki nem találkozott a szeretettel, drága barátaim, nem tud adni. Még akkor sem, hogyha szívecskéket rajzol a Facebookon, vagy az interneten, vagy a fal oldalára. Akkor sem, hogyha szépen mosolyog, nem tud, egyszerűen nem tud adni. Aki nem találkozott a szeretettel, Istennek a szeretetével, az ő kegyelmével, Krisztussal, nincs ahogy adjon. Beszélhet róla, dumálhat róla reggeltől estig. Azt megteheti. Úgy tehet, mintha ő szeretne. Megjátszhatja. Mosolyoghat, mert műmosoly van a világban. Én is alkalmaztam. Van műmosoly, az ember kínjában mosolyog. És megjátsza az, hogy milyen kedves és szeretetteljes ember ő. De aki nem találkozott a szeretettel, Istennek a kijelentésével, az ő kijelentése szeretet, Krisztus szeretet, az ő szavai, az ő tanítása, az ő lelkülete, a szeretet, aki ezzel nem találkozott, nincs ahogy adjon. Abból, ami nincs, hiába mondja az, hogy szeretlek, hát ezt sokan mondják, az argentin sorozatok, ponyvaregények tele vannak ilyen szavakkal, egymást gyilkolják az emberek. Azt mondja Jézus, hogy aki nem ment hozzá, aki még nem találkozott vele, mert ez az a név, amit Isten kijelölt, tiszta, ingyen, kegyelmi ajándék. Ez, amit az ember nem tud felfogni, hogy nem kell megvásárolja, tiszta, ingyen van. És mégsem mennek oda az emberek hozzá. Mert megmondatott, hogy neki adatott minden hatalom a földön, az égen és a föld alatt. De minden térd meghajol az ő nevére. Megkapott ő minden hatalmat, megkapta, hogy azt a hatalmat, hogy kijelentse Isten számunkra, és erről bizonságot tett ő azzal, hogy engedte magát megölni, és Isten feltámasztotta őt. Ő nem csak dumált, ő nem is mondta, hogy szeretlek, ő nem mondott ilyet, hogy szeretlek senkinek. Egyszer mondta azt, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettel titeket. Hát ő megmutatta, ő nem mondta azt, hogy szeretlek. Nem csókolgatott, nem volt ilyen nyálas, ilyen érzelgős szeretete neki, mint a filmekben, amit látunk. Az ő szeretetében élet volt, igazság, hát igazság és élet. A holtak, a gyengék megelevenedtek tőle. Ezt kell valahogy felfogjuk, drága barátaim. Azt mondja Jézus János evangéliumának a 10. fejezetében. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és a rabló. Aki a hátsó ajtón akar bemenni, ki akar őt kerülni, mindenki tolvaj és rabló, mert aki tőle van, aki az ő szellemiségében van, az ő atyától van, örül az ő szavainak, drága barátaim. Mindenki, aki Jézustól van, örül az ő szavainak, mert érzi annak a súlyát, annak az erejét, annak a valóságát, annak az igazságát. Mindenki örül Jézus szavainak, aki hallja azt, aki tőle van. Aki nem tőle van, az kerülgeti őt folyton, a hátsó ajtón akar bemenni, mint a tolvaj, mint a farkas, ugye? A juhok pajtajában, a juhok aklában. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok
hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevüken szólítja, és kivezeti őket a világ sötétségéből, kivezeti őket, megtanítja őket, elvezeti minden igazságra, hogy megszabaduljanak teljesen a szennytől, a hazugságtól, a gonoszságtól, az emberi filozófiától, az érzelgéstől, drága barátaim. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját, aki Jézushoz ment, aki Jézushoz fordult. Megtette ezt a lépést életében egyszer, valamikor. Ismeri az ő hangját, őt követi. Még ha el is esik közbe-közbe, még ha be is piszkódik az ő lába közbe-közbe, feláll és őt követi, mert van neki ereje, hogy felálljon és tovább menjen az úton, a keskeny úton. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nekik. Újra mondazik nekik Jézus, bizony, bizony mondom nektek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Ő az ajtó. De ő a pásztor is, a kettő ugyanaz. Aki nem azon az ajtón próbál bemenni Isten országába, amit ő megmutatott számunkra, nem fog tudni bemenni. Tolvaj és rabló, aki más úton akar bemenni, mindenki tolvaj és rabló, mert aki nem tolvaj és nem rabló, örül az ő kijelentéseinek, az ő szavainak, az ő áldozatának, hogy ő megmutatta az élete árán, megmutatta nekünk az utat. Nem bölcselkedésben, nem filozófálgatásban, hanem megmutatta erővel, hatalommal, cselekedettel. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, vallási vezetők, guruk, akik az embereket elhitetik mézes, mázas, csöpögő szavakkal, érzelgéssel, beetetik őket keleten és nyugaton, Indiában és Amerikában, Magyarországon és Izlandon, mindenhol. Jönnek és úgy beszélnek, amit az emberek hallani akarnak, de az embernek a füle el van már romolva. Amit az aromlott fül hallani akar, az maga a halál. A test a halálra van beprogramozva. Lassan, de biztosan megy a temető felé. Ez a test, a testi gondolkodás, aki összeragad a testi gondolkodással, megy a temető felé, de nem csak a temető felé, hanem lefelé, a Seol felé, drága barátaim. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. Legelőtt, zöld legelőtt, táplálékot folyton megújul, növekszik Istenben. Mert az örök élet az, hogy megismerjük Istent és Krisztust, az ő kijelentéseit, ez az örök élet, hogy növekszünk benne, folyton táplál bennünket, a gyermekei vagyunk. Elvezet minden igazságra, minden örömre, a mennyei örömre, a mennyek országába. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. A tolvaj nem egyébért jő a dumával, a mézes, mázas szavakkal, a szeretlek szavakkal, a csöpögős, érzelgős szavakkal, hogy elkábítsa az embereket, hogy lopjon, és öljön, és pusztítson, elvegye tőlük az életük idejét, az életük energiáját, lelakja őket, mert neki nincsen sajátja. A tolvaj azért tolvaj, mert neki nincsen sajátja. Neki folyton kell lopni azoktól, akiknek van. Sok tudatlan embernek van, mert az emberek Isten kegyelmében vannak. Még azok is, akik nem fordultak hozzá, akik nem tértek meg. Ők is még Isten kegyelmében vannak. Ezért nekik van sajátjuk. De jönnek a tolvajok, a farkasok, a hízelgő tanításokkal. Elcsavarják az elméjüket, és ők önként
kiszolgáltatják az ő életük energiáját számukra, az idejüket. És ahhoz, hogy ne halljanak meg, ők is kell lopjanak, ők is tolvajjá változnak. Ez maga a kárhozat, drága barátaim. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat, drága barátaim, ez történik éppen most, jelen pillanatban, a világban. Kik a béresek? Béres, béres, bérért dolgozik, pénzért dolgozik, pénzért gurul. Ugye, pénzért tanítja a nagy semmit, a hazugság, az ostobaságokat, a hangzatos dumát pénzért mondja, és az emberek, akinek a fülük el van romolva, a látásuk el van romolva, elhiszik azt. És a lelkükkel fizetnek azért, hogy elhitték. Kik a béresek, akik pénzért prédikálnak, pénzért osszák a vallást, nem Isten, nem az igazságot, nem a Krisztust. Jézus nevében ugyan, Krisztus nevében, de a vallást osztják ők. Ők nem a Krisztus testét osszák szét az emberek között, hanem a vallásosságot, a doktrinák, az emberi doktrinákat, az emberi elképzeléseket, az üdvösségről és a megvilágosodásról. A béresek pénzért adják oda a hamisságot. Az ember annyira be van vakulva, hogy pénzen megveszi azt a hazugságot, amely miatt a lelke belemegy a seolba, a fekete lyukba, drága barátaim. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. Nepálban, amikor földrengés volt, egy kedves barátom ott volt egy gyülekezetben. Jött a földrengés, ki volt az első, aki kiszaladt a templomból, az épületből? A béres. A pásztor, drága barátaim, szomorú, de ez van. Aki elhitette az emberekkel, hogy ő Jézus nevében szól, ő volt az első, aki kiszaladt a templomból. Ez történt. A béres pedig azért fut el, a keresztény pásztorok azért futnak el, mert ők béresek, és nincs gondjuk a juhokra. Én vagyok a jó pásztor. Egy pásztor van csak, drága barátaim. Egyetlen egy. Aki az akolnak az ajtójában van. Ő az ajtó. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor, nyelveken szólás. Nem mindenki érti, az érti meg, aki már találkozott vele, más nem tudja megérteni, mert folyton példabeszédekben szól, hogy csak azok értsék meg, akik hozzá tartoznak, akik szerelmesek belé, akik szeretik, hallják és követik őt. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én önként teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Hatalmas dolgok ezek, drága barátaim. Teljes szívemből kívánom, hogy minél többen megértsék ezt, mert ez az örök élet, ezek a szavak, ez az örök élet, aki ezt megérti, meg van menekülve, az már nem tolvaj, hanem szerető ember, aki tud adni szeretetet konkrétan, tud adni. Azt mondja Jézus, hogy
mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjózik. Ez a földi vízre mondja, amit a szamaritánus nő a kútból kihúzott. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre, buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Tehát aki hozzá fordult, drága barátaim, az megkapja az igazi vizet, az igazi szert, és tud adni belőle, aki nem fordult hozzá, nincs amit adjon, maximum csak erőlködik, és dumál a szeretetről. Nincs amit adjon, mert ő sem kapott, mert nem fordult oda az igazi vízhez. Nem hajolt oda az igazi vízhez, az élő vízhez, hogy tudjon adni belőle, hogy tudjon szeretni valóságosan. Jelenések könyve, 7. fejezet, 13. bekezdés. Akkor felele egy a vének közül, és mondta nekem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondik neki, Uram, te tudod? És mondta nekem, ezek azok, akik jöttek, a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ez itt vannak az Isten király széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a király székben ül, kiterjeszti sátorát fölöttük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a király széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Akik megtisztultak a bárány vére által. Az ő tanításai által. A szövetség által, amelyet vele kötöttek. Azok kapcsolatban vannak az élő forrással. És a vizeknek élő forrásaira viszi őket. Ezeknek a személyeknek van, amiből adni. Ők nem kell dumáljanak a szeretetről. Mert van bőven, amiből adjanak, mert ők kaptak. Drága barátaim! Aki nem fordult Krisztushoz, aki nem ismerte őt meg, főképp ebben a megromlott világban, az csak áltatja magát és embertársait, hogy ő szeret, nincs amivel szeressen. Ez a legszörnyűbb, ez a botrány, drága barátaim. A legtöbb ember csak azt gondolja, azt hiszi magáról, hogy szeret, de nincs, amivel szeressen. Legszörnyűbb dolog, amit mostanában tapasztaltam. Nagyon sok vallásos emberrel találkoztam. Ugye a kereszténység elméletileg, hangsúlyozom, elméletileg Jézus tanításaira épül, az ő szavaira épül. Mégis a vallásos keresztényeket kirázza a hideg, Jézus szavaitól menekülnek. Egyszerűen nem, tehát nem, hogy örüljenek annak, hogy te, ez az evangélium, ez igaz, ez szent igazság, ezáltal menekültem meg, mint keresztény ember. Nem ezt mondják, hanem fáj nekik, nem akarják hallgatni. Egyszerűen nem tudják hallgatni, mert fáj, szíven szúrja őket. Ilyennel találkoztam, hogy tudjon egy ilyen ember valóságosan szeretni? Ez a kérdés, drága barátaim. Amikor Jézus nevében menekül, Jézus szavai elől,
hogy tudjon egy ilyen ember szeretni bárkit, valakit ezen a világon? Hogy tudjon szeretni? Amikor Jézus nevében, a kereszténység nevében menekül Jézus szavai elől, nem örül azoknak, nem ismeri fel, hogy igen, ez az, ezáltal nyertem én megváltást, szabadulást, lelki békét, hanem menekül. Az emberek, drága barátaim, nem tudnak szeretni. Ami van a filmeken, a könyvekben, az mese, hazugság. Nem egy élő valóság. Aki nem kapott élő vizet az élő, az élet forrásából, nem tud adni másnak. Nincs amit. Ez itt van az, hogy a házasságok is arról szólnak, hogy lelakják egymást az emberek a szeretet nevében. Az asszony a férfit, a férfi az asszonyt lelakják. Egymást felzabálják élve. Mert mind a kettő másiktól várja a boldogságot, az örömöt. De nincs neki sem, a másiknak sincsen. Hát ő is istentelen, nem ismerte meg Istennek a kijelentését, az ő kegyelmét miből adjon. És a másik rágja őt. És ez visszarágja egyik a másikat, ugye? Visszaharapja. Egymás, mint a kanibálok, mint a zombik megeszik, felemésztik. Erről szólnak a zombis filmek. Az emberek egymást megeszik, mert el vannak szakítva Istentől. Aki Jézusra nem találkozott, az tolvaj, rabló, attól lop, akit meg tud téveszteni hizelgő, érzelgő szavakkal. Nem tud adni, mert nincs amiből, mert ő sem kapott. Drága barátaim, tudom, hogy ezekkel nagyon súlyos szavak. Senkit nem akartam megbántani, sőt, ellenkezőleg teljes szívemből kívánom, hogy valaki megértse a lényeget, és megmeneküljön általa. Teljes szívemből kívánom ezt. De a lényeget meg sem lehet érteni, sem a Bibliából, sem sehonnét, aki nem fordul Istenhez imában. Krisztushoz, aki nem fordul, nem tudja megérteni a Bibliát sem. A Biblia is csak azután van, miután az ember megtört szívvel, gyermeki szívvel Krisztushoz fordul. Uram, könyörülj rajta! Ezután következik a megértés, és a szerelem, és az élet, amiből tud adni másoknak is. Teljes szívemből kívánom, hogy minél többen megértsék, megtapasztalják ezt a szerelmet, hogy tudjanak adni szó szerint, ne legyenek tolvajok, hogy másokból éljenek, másoktól lopjanak figyelmet, időt, életenergiát. Ezt teszi minden istentelen ember, aki nem ismeri Istennek a kijelentését, Krisztust. Kívánom, hogy ez megváltozzon nálad. Telve legyél Istennek a kegyelmével, az ő szeretetével, és tudjál adni másoknak is, hogy mások is megszabaduljanak általa. Isten áldjon!